helyzet. A Derkovics, a Brenner és a Bolyai iskolában is részleges karantént rendeltek el. Megújult a Mészáros utca. Szentkirályon három utcát hoznak rendbe, mintegy 300 millió forintból. Tűzeset Oladon. 30 éve is tűzütött ki egy lakótelepi társasházban. Pénteken egy hatodik emeleti lakás égett. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A ma reggeli adatok alapján 8394 aktív koronavírus fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon. Vas megyében 137 az igazolt esetek száma. Újabb szombathelyi iskolákban rendeltek el karantént. A Brenner iskolában egy pedagógus és a gyermeke fertőződött meg, állapotuk javult, tájékoztatott Engler Zsolt igazgató. A tanító osztálya és a gyermek osztályközössége, valamint az osztályokban tanítók szeptember 18-áig karanténba kerültek. A hét közepéig azok a szülők is járványügyi megfigyelés alatt állnak, akik az érintett második és harmadik osztályban részt vettek a szülői értekezleten. Reihert Judit intézményvezetőtől megtudtuk, a Derkovics iskolában egy pedagógus koronavírus tesztje lett pozitív, erről pénteken kaptak értesítést, majd a járási tisztifőorvossal egyeztetve megtették a szükséges lépéseket. A hatósági házi karanténba került 117 diák szüleit még aznap este értesítették a kialakult helyzetről és a teendőikről. Az érintett felső tagozatos diákok és a harmadik A osztály számára digitális munkarendszerinti oktatás zajlik. A Bolyai iskolában két ötödik osztályt és 14 pedagógust helyeztek ma karanténba. Pap Tibor igazgató elmondta, a két osztályt online tanítják. Korábban a zeneiskolában, a Kanizsai gimnáziumban és a Nyitra utcai iskolában rendeltek el részletes karantént. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton bejelentette, hogy október 1-től minden iskolában mérik a tanulók testhőmérsékletét a belépéskor. A Népegészségügyi Központ által végzett szennyvízvizsgálat legfrissebb 36. heti adatai alapján az új koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szombathelyi vízmintában alacsony. A járványügyi helyzetre való tekintettel elmarad az október 10-ére, 11-ére tervezett Velemi Gesztenye napok rendezvénye, és nem tartják meg a sárvári Simon Júdás napi országos nagyvásárt sem. Befejeződött a Mészáros-Lőrinc utca felújítása, lezárult a műszaki átadás, átvétel. A Szentkirályi városrészen három utcát hoznak rendben november végéig, közel 300 millió forint költségvetési forrásból. Nem csak az úttest, de a járda, a kapubeállók és a csapadékvízelvezető rendszer is megújult a Mészáros-Lőrinc utcában. Tudni kell a műszaki tartalomról, hogy teljes utcafelújításról beszélünk, mi azt jelenti, hogy a kivitelezők kívülről befelé haladtak. A körzet képviselője helyszíni sajtótájékoztatón jelentette be, hogy lezárult a műszaki átadás átvétel. A lakók már régóta várták, hogy megújuljon az utca, ami a Dózsa-György-féle parasztfelkelésben kulcs szerepet vállaló katolikus pap nevét viseli. Hát borzasztóan örülök, és szerintem az utcában mindenki más is. Tavaly ősszel még igen sok volt a hitetlenkedő, és azt gondolták, hogy nem lesz ebből semmi, mert máskor is volt ígéret. Hát most ez borzasztóan nagy öröm, hogy ilyen szépen megcsinálták. A régi útalapot visszaforgatták, erre húzták az új kopóréteget. A korábban betonlapokkal fedett rossz állapotú járda aszfaltos burkolatot kapott. A közgyűlés tavaly döntött a déli városrész három utcájának megújulásáról. A Török Ignác utcában jelenleg a közműkiváltás folyik, hamarosan kezdik a járda alapozását. A Vadász utca kivitelezése később indul, itt a burkolat is szélesebb lesz. Nagyon sok utca van nagyon rossz állapotban itt a déli városrészen. Ezeket azért választottuk, mert ezek azok az utcák, a Török Ignác és a Mészáros esetében mindenképpen, ami a két fő közlekedési utat, tehát a Rumi utat, illetve a Szent István Király utcát részben vagy egészben összekötik. A Vadász utca pedig az egyik új lakóparkunknak az egyik ki- vagy levezető utcája. A három utca felújítására saját erőből 297 millió forintot fordít az önkormányzat. A befejezési határidő november 30-a. Tervezik még a Sándor László utca felújítását is a közeljövőben. Rajzokkal teli falat avattak a vásárcsarnokban. Szemétszedést szerveztek a zanatiak. Áldozó pappá szentelték Bóka Balást. Szombathelyen is kiálltak a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói mellett. Rövid hírekkel folytatjuk.
Rajzok díszítik az átépítés alatt álló vásárcsarnok ideiglenes gipszkarton falát. A képeken az összes piaci termék és szolgáltatás megjelenik. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt vasmegyei aktivistái és önkéntesek csaknem 15-en május óta dolgoztak a falon, hogy vonzóbbá tegyék a piacot a vásárlók számára. Vasárnap tartották az átadót. Az egyes csarnokot november 1-jéig kiürítik, addigra elkészül a kettes, és ott folyhat az árusítás a felújítás befejezéséig. A Vigyázzunk Együtt Szombathelyre köztisztasági program keretében Zanaton szervezett szemétszedést Puc Attila önkormányzati képviselő. Közel 30-an gyűltek össze egészen a Tesco körforgalomig, végül a 86-os út mentén szedték össze a hulladékot, és a Zanat melletti mezőgazdasági bekötő út környékét is megtisztították a szeméttől. Szombaton szentelte áldozópappá Bóka Balázs diakónust a szombathelyi székesegyházban Székely János megyés püspök. A család, barátok és a hívek jelenlétében zajlott az esemény. Bóka Balázs Jánosházán született, a győri szemináriumban, majd Rómában készült a papi hivatásra. Szentelése után visszatér majd a katolikus egyház központjába tanulmányai lezárására. Három kiállítás nyílt a Herényiek házában a pénteki piac időpontjában. Isten mosolya címmel mutatják be Stift Zoltán Angelikó atya jellegzetes rajzait. 20 évünk rétegei címmel textil kiállítást rendeztek be a Szép Műves Egylet anyagából, illetve megtartották az Artopolis Művészeti Iskola képekkel illusztrált tanévnyitóját. Az új tárlatok szeptember 19-éig, illetve 25-éig láthatók. Szeptember 11-én a szombathelyi főtéren szerveztek flashmobot civilek, hogy kifejezzék szolidaritásukat a Színház és Filmművészeti Egyetem diákjaival és tanáraival. A téren zenészek várták a gyülekezőket, majd az egyetem hallgatói Máté Gábor osztályából, akik a Vörös Sándor Színházban a Pál utcai fiúk című darabot próbálják, és Jámbor Nándor színész előadásában dalok hangzottak el. Az éneklést követően közös kép és az összefogást szimbolizáló tenyérlenyomatos molinó készült. Spórolni akartak az áramszámlán, ezért szabálytalanul kis kempingpalackokon főztek. Egy ilyen robbant fel, pontosan 30 évvel ezelőtt az Oladi lakótelep egyik társasházának 7. emeletén. A detonáció akkora volt, hogy a közeli játszótérre repült egy erkély, és a liftház is komolyan károsodott. Csodával határos, hogy csak a robbanás epicentrumában lakók sérültek meg. Pénteken este egy közeli ház 6. emeletén is tűz ütött ki. Tűz keletkezett az egyik Kodály Zoltán utcai magasház 6. emeletén. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Valószínűleg egy televízió elektromos zárlata okozott problémát, berendezési tárgyak égtek, a tüzet porraloltóval sikerült eloltani. Pénteken este ideiglenesen 60 embernek kellett elhagynia otthonát. Hatalmas lángokkal égett a 7. emeleti lakás 1990. szeptember 14-én délután. Nem sokkal a tűzoltók után az abban az évben alakult városi televíziós tábja is a helyszínre érkezett. A korabeli felvételeken jól látszik a detonáció ereje, még az alsóbb lakások ablaka is kitört. Akkor még csak néhány ház állt a lakótelepen, az esetre mindenki ma is élénken emlékezik. A Kodály 15-ben lakunk, és pont a garázsba ténykedtem, mikor ez a hatalmas robaj történt. A garázsom előtt parkolt apósom az autóval, és az épület előtt haladt el, talán 100 méter, amikor az üvegszilánkok kicsaptak az ablakon, és egy hatalmas robbanás, illetve a túloldalon lévő erkély, így utólag kiderülve, az repült a játszótérre. Jöttem a munkából hazafele, és kerekezek a lakásom felé, és mikor meglátom azt a nagy tüzet, és esik le az erkély, ahogyan a tűz által, és egy csomó ember ott van, hát én nem is mertem többet oda nézni. Én bementem a saját lakásomban, és tovább nem is néztem, de kellemen, nagyon-nagyon rossz érzés volt az. Török Tibor kezdő újságíróként érkezett a robbanás helyszínére. Az erkély az gyakorlatilag lerepült a háztömb belseje felé, és az ott hevert a játszótéren. A másik pedig az, hogy a lépcsőház az gyakorlatilag tele volt tűzoltó salagokkal, tűzoltó csövekkel. Gyakorlatilag akkor, nem tudom, hogy az oltás folyt-e már, vagy ilyen utómunkálatok folytak,
ilyen vízesésszerűen folyt le a lépcsőkön a víz. A tűzoltók hamar eloltották a lángokat, kiderült, a villanytűzhely helyett szabálytalanul használt kis kemping gázpalack hibásodott meg, ez okozta a robbanást. Az épület szerkezet is megsérült, amellett, hogy hárman súlyosan megsérültek a robbanás és a tűzeset következtében. Ezt követően a tűzoltóság levonta a konzekvenciákat, és a teljes lakótelepre kiterjedő, mint egy 1000 lakásra kiterjedő tűzvédelmi ellenőrzést hajtott végre, ahol az ellenőrzés következtében mint egy 52 gázpalackot találtak a lakásokban. A tűzoltók arra hívják fel a figyelmet, hogy a társasházakban különösen fontos a szabályok betartása, hiszen egy-egy mulasztás sok ember életét veszélyeztetheti. Az Elektromosok Sporthorgász Egyesület egyes csapata nyerte a kétfordulós megyei csapatbajnokságot, amelyet hétvégén rendeztek az Abértavon. Egyéni győztest is hirdettek felnőtt és ifjúsági kategóriában. A mezőny összesen több mint egy tonna halat küldött szákba. Ezzel befejeződött a Vasi Vizek legjobb sporthorgásza versenysorozat. Nyárias melegben, enyhe szélben ültek partra a horgászok a kétnapos csapatbajnokságon. 6 egyesület, 7 alakulata küzdött a legjobb fogásokért. Az Abértó ezúttal sem okozott csalódást, szépen evett a hal, folyamatosan teltek a szákok. Pontyok, kárászok, keszegek, amúrok akadtak horogra. Úgy veszem észre, hogy hullámokba jönnek a halak. A csalit is sokat kell változtatni szerintem. És hát nem mindegy, hogy hova teszi az ember a szereléket. A csapatbajnokságot hagyományosan tavasszal rendezik. Idén a veszélyhelyzet és a korábbi féder versenyek miatt őszre halasztották. Tavalyi versenyen 500 kg körül fogtak az első fordulóban, most is ugyanez az összfogás alakult. Tegnap 35-en versenyeznek, ebből 7 ifjúsági versenyző van, akik külön kategóriában vannak, illetve a többiek pedig felnőtt versenyző kategóriában méretik meg magukat. A szombati fordulóban a Körmendi Munkás Horgász Egyesület 5-ös fogatának jött ki a lépés, több mint 90 kiló halat zsákmányoltak, a legjobb egyéni eredmény Csuti Balázsé lett. A második etapban átsorsolták a helyeket, hogy kiegyenlítődjenek az esélyek. Tegnapi nap egy teljesen más volt, mint a mai, sokkal kevesebb hal van. Teljesen más, hogy kellett százni megint. A szektor széle ezúttal is szerencsés helynek bizonyult. Az elektromosok versenyzője Török Zoltán vasárnapi teljesítményét senki sem tudta felülmúlni. 51.100. De szélén ültem, az iktó egyik legjobb helyén. 51 kg halat sikerült fogni. Próbáltam kárászokat, dévéreket fogni, mert a pontyokat azt mondjuk egyszer nagyon erősek. Nagyon hosszú ideig fárasztod. Annyi időt meg tudsz fogni egy-két kárász dévért, és újban nem sokkal jobb a ponty. Meg néha el is megy. Volt rá példa nekem is. Vasárnap több mint 700 kiló halat fogtak ki a versenyzők, ami kimagasló mennyiség. A bajnoki címet tavalyhoz hasonlóan az Elektromosok egyes csapata nyerte. Egyéniben Török Zoltán élett az elsőség. Az ifik között a büki Misák Norbert lett a legjobb. Az idei versenysorozat összesített eredményét decemberben hirdetik ki. Zsinórban másodszor játszott gól nélküli döntetlent a szombathelyi Haladás. A zöldfehérek hazai pályán a PMFC-vel játszottak 0-0-át. Két hét szünet után játszott újra bajnoki mérkőzést a szombathelyi Haladás MB2-es labdarúgó csapata. A zöldfehérek az újonc pécsi MFC együttesét fogadták. Az óvatos kezdés után az első nagy helyzet a Haladás előtt adódott. Tóth Barna visszagurítását Simmer Szabolcs rosszul találta el, így a labda Jóskának kapu mellett gurult ki. Néhány perccel később ismét a Hali veszélyeztetett. Jobb oldali szöglet után Tóth Barna fejelt kapura, ám a pécsi kapus hatalmas bravúrral védeni tudott. A fordulás után a mérkőzés legnagyobb zicserét hagyták ki a vendég pécsiek. Kónya egyedül vezethette kapura a labdát, közeli lövése ki sem jött a jó ütemben kimozduló Verpecről. A második félidőben kiegyenlített játék zajlott a pályán, leginkább a küzdelem dominált. A Haladás a hosszabbításban eldöntette volna a három bajnoki pont sorsát, Bosnyák nagy beadása után Szekér azonban nem tudott közelről a hálóba bólintani. Maradt tehát a 0-0, a Hali a kaposvári vendégjáték után hazai pályán is gól nélküli döntetlent játszott. Nyilván fájó az, hogy egy hazai mérkőzésen Haladás elvesz két pontot. Én értem a szurkolókat, tudom azt, hogy ezzel senki nem elégedett, kivétel az én vagyok. Szorgalmasan gyűjtögetjük a pontokat, ma is szereztünk egyet,
remekül játszottunk. Az más kérdés, hogy most mehetek óta a saját árnyékunkon nem tudunk átlépni, és nem tudjuk a kidolgozott zicserénket góra váltani. Amíg ez nem fog változni, addig meg kell elégednünk a döntetlenekkel. A haladásra szerdán már újabb bajnoki mérkőzés vár. Mátyus János legénysége a Soroksár vendégeként lép pályára. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen is megtekinthetik. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!